İşte serbest çıkıyor mu için? Kıyıya yana giderken ne kaysayım? Nasıl? Hát ha tudtam, hogy ilyen hideg van, nem indultam volna el hazud. Na, olyan hideg szél, Anus, mint november végén, december elején. Olyan hideg. Na, és akkor elmentem, hogy kivizettem a telefont, hogy nem így csendessen. Tedd oda le, hogy gyermek jön be, hát tedd le már. És, na, onnan elmentem Rózsihoz, hogy vegyem ki a postaládából a villanyszámlát. És közben nem tudtam nyitani ki, és akkor megnéztem, hogy miért nem tudom kinyitani, és képzeld el, hogy be van dugva egy gombos tű a lakatba. Jól látszott a feje, de hát nem volt, mivel kivegyem a gombos tűt onnan. Ha lett volna valami hegyes, amivel kipiszkáljam, tudod? És aztán majd menjek nyugdíj után, akkor kipiszkálom valahogy, kinyitom. Kurva kölyket, mikkel foglalkoznak? Na, úgyhogy mi? Próbálom, próbálom, mondom, nem menjen, hát nézzem meg. Hát tényleg bent volt a gombos. Na, úgyhogy hát remélem, hogy ki tudom venni. Na, úgyhogy. Na, másképp? Jól vagy? Jól vagy? Ne halljak. Meg vagy. Ez is valami, hogy még meg vagyunk. Na. Úgyhogy. Ez lesz az? Hát honnan lássam? Hát miért megszakadtuk úgy jelenték? Jaj, hát mondtam a pap. Prédikáltam. Hát nem tudom, hogy akkor volt, vagy mikor volt búcsú ottan nálok, és innen is autóbusz ment, hogy mennyi lehetett egy jegy, nem tudom, mert lehetett iratkozni Árpinál. Na, úgyhogy. Hát aztán a maradványait vették ki, csak nem. Megvan, már rég megvan halva. Akkor volt akkor, mert több ezer zarándokot várnak, mondta, írja. Na, lássam, közeleg a tél. Az időjárás hidegre fordul Dunával, azonban egyre kellemetlenebb lesz az iskolás, a csütörtök, nem, a sukkolás, csütörtöki szélben, esőben, Zimankóban így előfordulhat, hogy néhányan megelégelik a fagyoskodást, ruhákban nyúlnak a cigarettás dobot és az öngyújtó után, hogy akár örökre búcsot mondjanak a szenvedésnek. Szenvedének. Na hát hideg lesz, akkor fázik a kezek, nem fogják, nem fognak cigarettázni. Ha meg cigarettázik, úgyis cigarettázik. Ha nem, nem köztem. Na jól van, hát itt egy egész oldalt írnak Áron püspök utolsó útjáról. Hát lépodálni. Látom, de...
Jaj, jól vannak. Hát Istenek, mi meghalunk, hanem ők is meghalnak, nem csak mi. Na. Ha már öreg volt, nem? Öreg. Na, az aztán, édes jó Istenem, lehet akárki, mikor eljön az órát, akkor menni kell. Na. Na jó. Na, hát szép a fürdőtök, szép lesz. Szép lesz. Grécia fel van rakva, s most aki a rácsokra, arról az ablakra. Szép tükör van, kivét a bujkát. Most még a kádra kell rakni a fajánzot, csak arról a Gréciát, csak akkor kész. Na, úgyhogy megvan. Kívántam, hogy használják egészséggel. Mondom, kívántam, hogy használják egészséggel, amit mondjak más. Mondtam, ami szép, az szép. Na, úgyhogy. Na jó, van, és akkor ez van. Na. Semmi újdonság, igaz-e? Csináljuk. Már kell tüzelni, igaz-e? Kell. Most van B agyagazva, meg itt? Most van B agyagazva. Mi van, szépen kell. Hát jó, de azt mondom, hogy most van Megi. A Megi füstö. Hát én kendevéreztek. Igen. Azt a lepesti biztos barna festékre. Hát ez az én. Csak azt mondjuk, hogy valahogy, hogy mossák kell, ki mossa le. Mit? Hát a táját. Aminek mossa le? Békeni barnával, s akkor nem kell lemosni. Hát megint tudom, hogy tüzet szemben belé összejött, megint meg kisváltam, nem éjjett a tüzet. És összük az ajtót, akkor megint a ütésbe fogom, így jött, megint meg kény, háromszor nekem töltik az ajtót. Hogy éjjjél a tűz. Hát jó, de jó száraz fával kell gyújtani, és akkor meg kény. És akkor olyan sokat gyűjtos az ajtót. Akkor fűfolatája az ajtóvár üttött. Hát normális, persze, hát nálam is úgy van. Azt mondja, hogy írjátok, hogy jöntje vissza a világák között. Javaj. Annos nálam is kijön az ajtónál, nem mikor meggyújtom, mert meggyújtom, szénnel gyújtom meg, mert hamarát csinálok a konyhába, szálkába, és akkor aztán onnan hozok ki szemet. De ha igen, elől van a kályhába a fa, közel az ajtóhoz, akkor ott kijön a füst az ajtónál. És akkor úgy hátra nyomom a fát, tudod? Csak neked itt tudod rövid, és akkor persze, hogy ér a kályha ajtóig, és akkor más több. Aki a vázsiba, ha nem tudod, mondtad el, hogy megnyújt a házat. Igen, nézzém. Az a Mária. Igen. Tudod. Azért. Igen, igen. Annak a Máriának égett volt le a háza. És képzeld el, hogy a tévétől gyújt meg, de hát közel volt a kályhához, és egész nap ment, be volt melegedve a kályha, vagyis a tévé, és ő az ágyba volt, mert le volt paralizálódva. És azt mondták, hogy csúszva csúszott el az ajtóig, hogy nem égett el. Aztán nem sokára meghalt, mert hát
azt hiszem gyomorrákja volt, vagy mi volt neki, nem tudom. Na, de amikor megérkeztek a tűzoltók, és kinyitták az ajtót, az ablakot, annus úgy jött ki a lang. Amilyen nagy volt az ajtó, az teli volt langa, vagy az ablak is, érted, mert kapott levegőt, még jobban égett. Úgyhogy a fia az erdőn volt, mert ott dolgozott. Mire hazaért, hát már komplet le volt égve a ház. Na, hát nem igaz, hogy nem voltak valami ilyen szenetvák ott maradva. Akkor még Vilike itthon volt, és akkor kiáltott, hogy jöjjek gyorsan előre. Én hátul voltam, még akkor nyári konyha volt a pincében. És eljövök, és mondom neki, mi van, nem néztem semmerre se. És azt mondom, nézze, kinek ég a házott kint a hagy tetejét. Mondom, de az a Mária élet, azért a Soványi, mondom neki. Hát tényleg az ő végül. Na, úgyhogy ott nem mondom, azt nem tudja.